Sziasztok! Igazából nem terveztem most videózni, de talán van még egy kis időm, amíg Milos alszik, és az előbb vettem föl ilyen laxis videót már. Gondoltam így, elkezdem most. Már 2 évvel ezelőtt is tudtam, hogy szeretnék nektek laxis videót hozni, hogy hogyan szervezem, mi ez az egész, miért van most laxi, mert hogy sokszor mondom, hogy férjem. Úgyhogy igazából így kezdeném az elejétől. Valószínűleg hosszú lesz ez a videó, mármint hogy sok esküvős videó lesz, azt hiszem. Most így az elején egy picit mesélnék nektek. Mi 2020-ban szerettük volna a laxinkat megtartani, 2019-ben kérte meg Dávid a kezemet, úristen, de rég volt, és mi akkor el is döntöttük, hogy 2020-ban szeretnénk majd a laxit megcsinálni, és hát ez július végén volt, amikor megkérte a kezem, utána még elmentünk Romániába, hazajöttünk, és már augusztus volt, mire ott tartottunk, hogy hát állítólag az olyan helyek, amik felkapottabbak, azok egy évvel előbb le kell foglalni, úgyhogy nekiálltunk keresni helyeket, és a környéken olyan hely, ami olyan 100-110 főnek megfelel, és ami pénztárcánknak is nem nagyon volt. Találtunk egy helyet, nem szeretném most megnevezni, nem akarom így lehúzni meg semmi. A lényeg, hogy találtunk egy helyet, oda mentünk, hát már a fogadtatás sem volt túl kedves, de mi nagyon, velünk nagyon elhitették azt, hogy nem nagyon lesz máshol hely, meg tényleg a pénztárcánknak is ez volt a megfelelő. Volt még egy hely, azzal az volt a problémánk, hogy azt mondták, hogy ott előfordulhat, hogy párhuzamosan megy két laxi, és azt mi nem szerettük volna, úgyhogy így a közelben ez maradt. És hát oda mentünk, akkor úgy lefoglalóztuk aztán, de hogy úgy tényleg nem volt szimpatikus a tulaj, de nem tudtunk mit csinálni. És hát akkor ugye el is kezdtük a szervezkedést, és találtunk fotóst, videóst, ceremóniamestert, hogy mindent, amit el tudsz képzelni, mindenünk megvolt, mindenki megvolt már, de nekem folyamatosan bent volt ez a nyomasztó érzés így a helyszínnel kapcsolatban, és így volt egy-két vitám még anyukámmal is, mert hogy amúgy tök jogos volt, amit mondott, de hogy én mindig ki voltam akadva a helyszínre, meg akárhányszor beszéltem a tulajjal a laxi kapcsán, úgy fölhúzott, és mindig ez a negatív hangvétel jött tőlem az esküvővel kapcsolatban, és akkor sokszor meg is kaptam, hogy most inkább élveznem kéne a szervezést, meg ne legyek ilyen negatív, meg laxi, meg mit tudom én, jó lesz ez, de nem örültem. Volt olyan, úgy kezdtük, mert előtte pont voltunk a barátnőm esküvőjén, ott volt ilyen külön koktélos hely, ami nekünk tökre tetszett, és megkérdeztem a laxi helyszínt, hogy ők csinálnak-e koktélt. Ők nem érnek rá koktéllal foglalkozni, ők nem csinálnak, teljesen felháborodott a kérdéstől, és akkor mondtam, hogy jó, hát nem baj, hogy most voltunk egy ilyen laxin, ahol volt egy ilyen, hogy kijött ilyen bárpulttal, vagy nem tudom, hogy hívják, és akkor ő ott csinálta a koktélt, oda lehetett menni. Így tökre megsértődött, és ilyen tök bunkon reagált, hogy jó, hát jó, ha muszáj, akkor legyen, de hogy én biztos nem fogok poharat adni. És mindennél ez a hangvétel jött le. Akkor választani kellett futót, meg székmasnit, ami bizonyos szempontból nagyon jó volt, hogy a helyszín adta volna a dekoráció alapját, de hogy így a szalvéta, a futó, meg a székmasni lett volna a helyszínen, tehát hogy egyik se illett, egyikhez se. Akkor már megalkuvásképpen így próbáltam úgy összehozni, hogy akkor jó, ez illik egymáshoz, legyen ez, de az se tetszett. Akkor nekem nagyon-nagyon tetszik, amikor így fényfüzér van a plafonon, de ott azt se lehetett, szóval, hogy így semmi nem passzolt. És akkor, ja, így telt a készülődés, aztán mi március legelején szétküldtük a meghívókat a családnak, hogy na, itt a meghívó, de hogy itt a meghívó, tudjatok róla, augusztusban lesz a laxi, de mindenképp szeretnénk személyesen is elvinni, csak hogy időben értesüljetek, át is küldjük, és majd hamarosan megyünk és szétosztjuk. És pár nappal később bejelentették a karantént.
Akkor mi még egy darabig kitartottunk, és utána jött az, hogy így augusztusban sem jött egy ilyen hír, és akkor mi lemondtuk a lagzit, hogy akkor ezt így nem. Egyébként egy héttel, augusztus 15-én lett volna a lagzi, egy héttel előtte jött a hír, hogy augusztus 15-én már pont lehet tartani, 14-én még nem, de 15-én igen, és hogy ezt egy héttel előbb tudtuk, amúgy se lehetett volna lagzit szervezni, tehát úgy, hogy még egy héttel előtte nem tudod, hogy most lesz lagzi, vagy nem, meg nem lehet készülődni, mert nem tudsz elmenni bevásárolni, szóval azért egy lagzi szerintem nem így működik, úgyhogy így le lett fújva, de aztán úgy voltunk vele, hogy gondolkodtunk, hogy nem akarjuk mégse ezt így elengedni, mert nagyon sok pénz, hogy olyan legyen, amit mi szeretnénk, a sok pénz, de mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez egy igenis olyan emlék, amit még az unokáinknak is emlegetni fogjuk, és nem szeretnénk mi ezt kihagyni. Úgyhogy nagy levegőt vettünk, és félig erőről kezdtük, megtartottuk a szolgáltatókat, kivéve az éttermet, elmentünk keresgélni, akkor már úgy kicsit távolabb is, viszont azért megérdeklődtük ezt a helyszínt is, hogyha most lenne, mennyi lenne, de már az is annyit drágult, hogy igazából máshol is tarthattuk, és így most úgy néz ki, hogy Tordason lesz az esküvő, mármint, hogy nem úgy néz ki, hanem Tordason, a Tordas csárdában lesz a lagzi. Még nem tudok véleményt mondani, ez csak egy ilyen kis bevezető, úgyhogy igazából így alakult a legeleje az esküvőnek. Igazából ebben a videóban én csak ennyit szerettem volna elmondani. Még annyit hozzátennék, hogy igen, azért 2 éve már félnél vagyok, mert a polgárit mindenképp szerettük volna megtartani. Jaj, és még annyit mondanék el, hogy miért 2 évre halasztottuk, ez is fölmerült sok szolgáltatónál kérdésként, hogy miért pont 2 év. Azért 2 év, mert egyrészt úgy gondoltuk, hogy akik már elkezdték szervezni a lagzit 1 évvel későbbre, azok már lefoglalták a jó időpontokat, meg a Covid miatt nagyon-nagyon sokan eltolták 2021-re, de a legfőbb indok az volt, hogy mindenképp szeretnénk kisbabát, de nem szeretnék nagyhassal menyasszonyi ruhában lenni, mert hogy legyen csinos. Viszont mindenképp szerettünk volna akkor babázni, és nem akartuk még 2 évvel eltolni, vagy 1 évvel se, szóval mi akkor szerettünk volna kisbabát. És akkor ebben maradtunk, hogy akkor kisbabázunk, kicsit ő megnől, és akkor utána lesz a lagzi. Jesszus, valamit csinálnak a szomszédban. Szóval így is lett, Milos majdnem 1 éves lesz a lagzin, úgyhogy úgymond babáztunk is, és így az esküvőt is eltoltuk, úgyhogy ezért lesz most a lagzi, de igazából nem lesz ilyen gyűrű átadás, meg nem játsszuk meg, hogy most házasodunk össze, ilyen esküvő megújító szöveg lesz, meg bulizunk egy jót, gondolom, úgyhogy hát ennyit szerettem volna. Még egy videót fölvettem, így a lagzival kapcsolatban, így előre, hogy megmutassak dolgokat, bár azt is csak a lagzi után fogjátok látni, viszont szerintem a többi videót azt már csak a lagzi után fogom fölvenni, hogy legyen viszonyítási alapom, vagy hogy így legyen tapasztalatom, amit el tudok mondani nektek. És hát írjátok meg kommentben, hogy van-e valami kérdésetek így az esküvő szervezéssel kapcsolatban. Azt még itt megjegyezném, hogy mi szervezzük, tehát nincs esküvő szervezőnk, mi szervezünk minden Dáviddal. Legfőképp én. Nyilván mindenben kikérem Dávid tanácsát, tehát hogy a tortát is 8 milliárdszor megkérdeztem, hogy biztos jó-e így, vagy miért szeretnél, vagy mi. Úgyhogy mindenben számít az ő véleménye is, mert a kettőnk esküvője. De a részletek kidolgozása, illetve a szolgáltatókkal való kapcsolattartás, illetve a szolgáltatók keresése az az én feladatom volt. Úgyhogy nem mondom, hogy profi vagyok ebben a dologban. Megtelt a memória, úgyhogy egy kis technikai szünet volt, szóval ott tartottam, hogy nem állítom, hogy profi vagyok az esküvőszervezésben, de így, hogy már 3 éve esküvőt szervezek, és Covid közepén is, meg azért szolgáltatók, is sokkal beszéltem, azért így megtapasztaltam 1-2 dolgot, úgyhogy ha esetleg van valami kérdésetek,
vagy érdekelne titeket valami a témában, akkor írjátok meg nekem kommentben, és akkor majd a következő videókban megpróbálok válaszolni rájuk. És hát ennyi lett volna már ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, és itt voltatok velem. Sziasztok!